Itt nem lesz kormányváltás, Orbán Viktort nem lehet leváltani, vélekedett egy sajtóbeszélgetésen Vona Gábor. A Jobbik korábbi elnöke szerint fölösleges minden leváltásért folytatott harc. A jelenlegi politikai, társadalmi és média viszonyok mellett kilátástalan a küzdelem. A politikától tavaly visszavonult Vona tiszteletre méltónak nevezte az ellenzéki pártok próbálkozásait, ám szerinte választáson senki nem képes legyőzni Orbán Viktort, aki egy komplett rendszert épített ki. Vona szerint a magyar történelemből az látszik, hogy sosem belső, hanem külső tényezők hatására változott meg egy-egy rendszer, és ez most sem lesz másként. Orbánt egy rajtunk kívülálló, külső történés mozdíthatja el, belülről nem lehet megdönteni, mondta a Jobbik egykori vezetője hozzátéve, a külső változás bekövetkezhet 1, 5 vagy akár 10 év múlva. Most lehetne virtuálisan mutatni, hogy hányféle kártya van a kezemben, hogy húzzatok, hogy mi legyen az első reakció, de azt kérdezem, hogy mi változott szegény Vonával 2018 mondjuk márciusához képest, amikor lehet, hogy nem pont az ATV-nek ebben a stúdiójában, hanem ott, ahol az Egon szokott ülni. Olyan határozottsággal mondta, hogy a Jobbik fog győzni, hogy mi öten ugyan valószínűleg azt gondoltuk, hogy szegény Vona majd mit fog mondani 2019 májusában, de akkor nem volt ennyire más gondolkodással felvértezve. Hát az egyház történet ezt az illumináció jelzővel szokta, vagy fogalommal szokta illetni, tehát nyilvánvalóan megvilágosodott szerintem, és rájött arra, hogy egyrészt az a koncepció, amit hát beígért, az szemmel láthatóan nem valósult meg. Most valószínűleg egy új szerepet keres magának, ez a hazabölcse pozíció. Én úgy tudom, nekem azt mondta ma reggel Filipov Gábor, ma péntek van, hogy ő egy influencer. Vlogger. Igen. Nem. Nem. A Vona. A Vona. Vlogger egész pontosan egyébként. Tehát vloggerként talált magára ugye ez az új szerepe. Igen. Ugyanakkor ezzel rengeteg probléma van ezzel a rövid bejátszással. Kezdve egyébként a szerepével is, mert miközben ugye ebben azt magyarázta, hogy ő már ugye nem vágyik erre a politikai figyelem, tehát politikai szerepre, tulajdonképpen pont azt csinálja. Tehát nem tudom, hogy kinek nem tűnik fel, hogy ezzel, hogy ő a fiatalok körében most tulajdonképpen tényleg így, hogy mondod, hogy influencerkedik, ezzel pontosan építkezik, és politikai tartalmakat. De hadd kérdezzem meg a további két férfitaktól, nem félreérthető módon, hogy ez egy fontos dolog, hogy mit gondol Vona Gábor Orbán Viktorról? Mert engem most itt például a ti gondolataitok jobban érdekelnek ennek kapcsán, mint Vona Gáborét, de most ő az apropó. Szerintem bárkinek a véleménye fontos lehet. Nem látom be, hogy a mi véleményünk miért lenne fontosabb, mint a Vonái, vagy megfordítva. Hát azért, mert... Én nem gondoltam, hogy valaha ilyet mondani fogok, én a Vonának most minden szavával egyetértettem, szerintem teljesen igaza van, de ez teljesen független attól, hogy ő kicsoda. Azon elcsodálkoztam egy kicsit, hogy számon kéred rajta, hogy másképp beszélt akkor, amikor aktív politikus volt, hát könyörgöm, van olyan aktív politikus, aki tényleg komolyan gondolja azt, amit mond. És most ezt nem cinizmusban. A rádióműsoromban egyre több. Nem cinizmusban mondom. De én ezt komolyan mondom. Te most Szél Bernadett komolyan gondolta, amikor szélkormányról beszélt, a leendő szélkormányról. Meg, tehát azért lássuk be, hogy azért szerepeket játszanak ezek az emberek. Hát akkor a riporternek az a dolga, hogy azoktól a szerepektől őket megfossza, leszámít, hogyha a Víg Színházba megy, és a diktátor szerepét nem hagyja a Vignyászkinak. Hát ez most egy másik téma, hogy mi lenne a riporterek dolga, és hogy betöltik ezt a funkciójukat, de hát az, hogy komolyan vegyük azt, amikor ők arról beszélnek, hogy hogy fognak győzni a választásokon, az azért... Péter? Hát igen, a szerkesztés bírálatától én is tartózkodnék, mert ugye Vona Gábor úgy került ide közénk, hogy bejátszottuk egyrészt. Nem, más hát ti megszavaztátok. Igen, kétségtelen. Nem. Ugye ezt tudniuk kell a nézőknek, hogy van egy témasor, több mint ahány a műsorban van, és mindenki lead rá egy szavazatot. Jó, szétosztottuk a felelősséget. Lényeg, ami lényeg, Vona Gáborról beszélgetünk. Ami egyébként én azban egyetértek, amit felvetettél, hogy én nem látok a rendszerben akkora változást egy év alatt, hogy ez a véleménye, amely szerint választáson nem legyőzhető Orbán Viktor, mitől változott meg ilyen radikálisan 13 hónap alatt? Ismétlem, hogy amit akkor mondott, az nem biztos, hogy a véleménye volt. Hát amit egy politikus mond, amikor még aktív politikus, az nem biztos, hogy a véleménye. Az, amit el kell mondani. Ezen az alapon hogyan döntse, mert én vagy a néző, hogy amit te mondasz, az komolyan kell venni?
Hát először is nekem nem fűződik érdekem ahhoz, hogy más honnan mondjak, tudja, mint amit gondol. Amikor Kocsis Máté megmondta, hogy a sajtó az egy hatalom. Az szerintem egy felvilágosult néző, vagy hogy mondjam, tájékozott nézőnek tudnia kell, hogy amikor egy politikus beszél, akkor ott az érdekei is számítanak, és nem csak a meggyőződése. De, igen, de akkor ebben az esetben, ha erről beszélünk, a politikus érdeke a hatalom megszerzésének lehetősége volt, hiszen ezért mondta valószínűleg, hogy erősíti a saját pártjának pozícióját. Ugyanakkor ezek szerint ő azt gondolja, hogy nem szerezhető meg a hatalom, tehát ebben az értelemben tavaly sem volt érthető, hogy miért mond mást, mint most. Szerintem ugyanakkor az egész ellenzék legnagyobb dilemmája ez, amit Vona Gábor valójában megfogalmazott egyébként, hogy választáson leváltható-e még ez a rendszer, és az erőforrás különbözet lehetővé teszi-e azt, hogy az ellenzéki pártok versenyképesek legyenek, és miközben szóban azt a választ adják sokszor, hogy diktatúra van, nem tudom, sokszor végighallgattuk ezeket, ehhez képest bennülnek a parlament és elindulnak a választáson. Ez egy nagyon feszítő ellenmondás. Nyilván az egyik feléről le kell mondani szerintem a történetnek, vagy nem kell mondani minden nap, hogy olyan diktatúra van, amelyben nem lehet leváltani Orbán Viktort, vagy ha így van, akkor ki kell menni a parlamentből, mert akkor nincs értelme ott ülni, és nincs értelme részt venni választásokon. Ez így van, hát vagyis van is ezt mondta végül is, csak, hát csak bent állást is foglalt ebben. Én... annyira durva kiszervezés egyébként, tehát ezt nem tudom, hogy ezt nem érzitek, hogy a felelősségnek egy olyan kitolása, meg kiszervezés ez az egész, mert olyan van, amikor egy külső történés tényleg generál belül folyamatok adol. Ő ugye erre utal. De azért az, hogy folyamatosan mástól ez a csodavárás és ez a... Jó, én az egész műfajt ne aradjatok, nem értem, tehát én... Oké, benne van a műsorunkban a Vona. A Vona valamilyen okból csinált egy sajtóbeszélgetést. Tudja valaki, hogy azon kivett részt? Mert azon kívül, hogy az Index beszámolt róla, a HVG is az Indexet vette át. Ezek szerint a HVG-t sem hív. Nem voltunk ott. Igen. Nem volt ott. Egyáltalán milyen címszólat hívja össze a sajtóbeszélgetést, és kik voltak ott? De én pont ezzel kezdtem. Azért hívta össze, hogy elmondja, hogy ő már nem igényli a politikai figyelmet, mert nem ezen a területen akar a továbbiakban működni, ami önmagában ellentmondás. Én szerintem nem választott rosszul témát, mert ő nem a Vona érdekes, amit mond, hanem nyilvánvaló számított arra, hogyha ő azt mondja, hogy az Orbán Viktor leválthatatlan, maga a kijelentés generál egy olyan sajtóérdeklődést, vagy sajtóviszangot, aminek az eredményeként például mi... Igen, akkor majd arra kérlek benneteket, hogy mindegyikőtök mondjon valami nagyon hangzatosat, és akkor majd mindenki azért nézi a műsort, hogy azok mikor hangzottak. Nem, arról beszélhetünk, hogyha egyáltalán valakit érdekel ez a téma, hogy Orbán Viktor leváltható, vagy nem váltható le, vagy valóban a magyar történelem visszatérő átka, vagy áldása az, hogy a történelmi változások többnyire külpolitikai események folyományaként, következményeként, dominó elv alapján, vagy bármilyen elv alapján következnek be, és természetesen ugye a magam is történész lévén, úgy tudom a Vonának is ez a végzettsége, meg látva ma a sztár történészeit, inkluzíve Harari és bárki, a történész rettentesen könnyen talál történelmi analógiákat és magyarázatokat arra, kvázi pont úgy, mint a statisztikusok a saját maguk igazságának a megerősítésére. Nincs olyan történelmi esemény a világon, ami ne függne össze más történelmi környező eseményekkel, és ne állítható be annak a következményeként. Az egy más kérdés, hogy egy ország készen áll-e akármilyen történelmi körülmények között a változásoknak a igénylésére és lebonyolítására, ahogy Magyarország nyilván sokszor nem állt készen, és aztán mondjuk éppen... Csak nagyjából úgy beszélünk minden műsorban, beleértve, hogy minden műsorban nem, mert ott mások beszélnek Orbán Viktorról, úgy, mint ahogy a Föld kering a nap körül. Tehát Orbán Viktor egy olyan megkerülhetetlen személyé vált, ami... Ez itt nem az ő személyéről szólt szerintem, itt arról szólt, hogy milyen rendszert épített ki, hogyan foglalt el a média. Ez az ő rendszere. Az ő rendszere, de hogy itt alapvetően a Vona is a média helyzetre utalt, és arra, hogy ilyen média helyzetben... Nem. Nem, a média csak egy volt a sok közül. Hát, egy a sok közül. Behelyettesíthetjük. De én hadd vitatkozzak még a Zsófival, visszatérnék erre a dologra, hogy a Vona is a politika. Tehát először is szerintem ő a politika szót, ezt most így egy kis szemantikát is keverek bele, hát ha ő a politika szót úgy értette, ahogy ma nagyon sokan értik egyébként a világban is, meg Magyarországon is, hogy a hatalom megszerzésért, megtartásért folyó harc. Sajnálom, hogy ezt az értelmét, ez az értelme szinte kizárólagossá vált, mert ennél sokkal szebb dolgot is jelentett valaha, de ő ezt így értette, hogy ő nem akar részt venni ebben, az azt jelenti, hogy a hatalom megszerzésért folyó harcban nem akar részt venni, az teljesen egybecseng azzal, mint amit itt elmondott, és nem mond ellent neki. Tehát amit úgy próbáltad beállítani, ez egy álságos
megnyilatkozása részéről, mert ő először azt mondta, hogy nem akar részt venni, most megpolitizál. Én szerintem azt, hogy nem akar részt venni, úgy vette, úgy értette, hogy a hatalom megszerzésében nem akar beszállni, az azért folytatott harcba. Attól ő még a politikai véleményét szerintem nyugodtan fejtse ki, mint hogy bármelyikünk nyugodtan fejtse ki. Nem látok semmi ellentmondást. Teljesen egyetértek a Zsófival. Igen, mert nem ezt mondta. Ez az egyik, hogy nem ezt mondta. Másrészt azért ez nem, ez most kiragadom. Mikor nem ezt mondta? Nem ezt mondta ebben a nyilatkozatban sem. Tehát ő egy tök tudatos építkezést folytat jelen pillanatban. Orbán Viktorral fényezi magát jelen pillanatban. És politikai kinyilatkoztatásokat tesz. De azt mind tesszük. Tehát, hogy abban az értem, én ez az ásponttal értek, hogy azt nem tudjuk, hogy abból, tehát, hogy valaki épít valamit, és ez politikai véleménnyel függ össze, vagy politikai állásfoglással, ez újságok sora is csinálja ezt, nem tudom, és ugye itt a szerepeket, ő szerintem világosan elválasztotta, hiszen lemondott a kudarc után, lemondott. De Péter, az a lényeg, hogy most a vonal főszereplő, vagy az általa kimondott mondat? Na, nekem pont ez a problémám egyébként az egészen, nem is az, hogy most ez honnan kezdődik a politizálás, inkább ennek az egésznek az öncélúsága. Tehát én Vona Gáboron folyamatosan azt érzem egyébként, tök mindegy, hogy a kisvizslát simogatja, vagy akkor utána azt mondja, amit meg influencerként kell mondania, hogy ez az egész Vona Gábor, nem melyik, valamit akar, hanem ez csak róla vlogger szól. Tevékenysége szól. Jó, hát mondjuk ennél, igen, pártelnökként ennél mondjuk ezt inkább felelősségre lehet emiatt, vagy kérdőre lehet emiatt mondani. Az, hogy valaki a közösségi médiában ezt csinálja, hát hogy mondjam, csak akkor nem mondja, hogy ebben nem politizál, hát akkor nem politizál. Így akkor minden egyes közösségi médiában jelentős rajongótáborral rendelkező embert megkérdezhetünk, mert mi van, ha egyszer ezeket politikai tőkére akarja majd váltani, azt a bizalmi tőkét, amit összeszed, nem tudom, kutyák simogatásával, vagy... Igen, de ezt csinálja, csak akkor nem mondja azt, hogy nem ezt csinálja. Én abban reménykedem, hogy nem akarja arra váltani. Igen, aztán lassan tovább kéne. Jó, én meg csak úgy gondolom, hogy egy dolgot vegyük figyelembe, van a Gábor Orbán Viktor politikai találmánya, volt mindig, már polgári körösként is, és gyakorlatilag... Jó, szerintem ez egy vágott műsor lenne, akkor lehet, hogy most kezdődne a beszélgetés, ezzel szemben most fejeződik be. Kérjük a második filmet.